ez, hogy Armin Hodzsics viheti a labdát a jobb oldalon. Három fehérvári jön középen. Mikolov kapja a labdát, Kovács van mellette, Kovács a cselekkel. Mikor jön a lövés? Most, ott a kipattanó, Futács még, Futács lövi vissza, és azt is kivéri Holzer. Ott van az előző székesfehérvári lehetőség. Kicsit lassan csorgott végig a labda, és mire oda került Kovács elé, addigra már betömörültek a paksi védők, visszaértek, és aztán Kovács ismétlésére is éveszünk a Holzer állítani tudott. Uzomá, be tudja adni, óriási nagy Sándor védés, Lanzafám elővésénél, gazdag még, gazdag lő, megpattan, és ez így nagyé. Ez akrobatikus mozdulat, hogy Lanzafám kapura teszi, de a kapus eszén nem tud túljárni, csak kipattanónál gazdag nem nyesi el egyből. Balogfuga a 16-oson belőle, és aztán teszi be Bödének, óriási védés Kovácsiktól. A legnagyobb paksi lehetőség a mérkőzésen. Ez jó beadás Balogtól, de el tud szakadni Elektől, de Kovácsik nagyot véd.